A lézerek működése a populáció inverzió. Egy anyagdarabban, ahol a fotonok térfogat egységenkénti száma U, a gerjesztett atomoké NM, az alapállapotú atomoké pedig NN, viszonylag egyszerűen kifejezhető az abszorpciók, illetve a spontán és indukált emissziók száma. Ahhoz, hogy adott atomok együttese indukált emisszión alapuló fényforrás legyen, az egyik szükséges feltétel, hogy több indukált emisszió történjen, mint abszorpció, azaz NIE nagyobb legyen NA-nál. Az itt látható Einstein-együtthatók általános kiszámítási módja meghaladja tárgyunk kereteit, de egy dolgot könnyedén megállapíthatunk róluk. Einstein, aki magát az indukált emisszió gondolatát felvetette, azt is észrevette, hogy a folyamat tulajdonképpen az abszorpció időbeli megfordítása. Vagyis ha filmre vennénk az abszorpció menetét, majd fordítva levetítenénk, éppen egy indukált emissziót kapnánk. Mivel a fizika alaptörvényei időben előre és hátrafelé ugyanúgy érvényesek, ezért az előző két folyamat ugyanolyan könnyen kell, hogy végbe menjen. Ebből Einstein arra következtetett, hogy a BMN és BNM együtthatók azonosak. Ezt felhasználva korábbi feltételünk jelentősen leegyszerűsödik. Végeredményül azt kapjuk, hogy több atom kell, hogy legyen magas, mint alacsony szinten. Más szavakkal, olyan anyagra van szükségünk, melyben több a gerjesztett, mint az alapállapotú atom. Csak hogy a természet épp ennek ellenkezőjére törekszik. Az energiaminimum elv miatt a természetes állapot a sok alacsony és kevés magas energiájú atom. Ha tehát azt az állapotot keressük, ahol adott atomok együttese indukált emisszión alapuló fényforrásként funkcionál, akkor ez pont a fordítottja lesz annak, ahogy a normál körülmények között az elektronok betöltik az energiaszinteket. Ezért is használjuk a populáció inverzió kifejezést erre az állapotra. Mivel populáció inverzió magától nem jön létre, már érthető, hogy természetes fényforrásokban miért nem játszik domináns szerepet az indukált emisszió. Most már csak az a kérdés, hogyan lehet mesterségesen előidézni ezt a jelenséget az anyagban. Következő kis filmünkből kiderül.